Előző év decemberében adták át a felújított Tiszai-Erzsébet királyné hidat. Nem csak a pilléreket korszerűsítették, a hídon a kerékpárosok és a gyalogosok biztonságos közlekedését is biztosították. A tervek között szerepel egy új híd megépítése is, az alig néhány kilométerre lévő Tisza nagyfaló közelében. A szükséges engedélyezési eljárások után ennek kivitelezése két év múlva indulhat meg, Mondta el Posta György, Tokaj polgármestere, 35 perc című műsorunkban. Elsődleges célja az, hogy az jelentős terforgalom, ami elsősorban ennek a kelet-magyarországi fejlesztésének köszönhető, mert ugye a tájai kőbányából, illetve a, a borsodi... Ö, ö, sódárbányákból hozzák uh, rengeteg építa, ép, építőanyagot ide Kelet-Magyarországra, és néha az ember megáll és megszámol egymás után legalább 30-40 kamiont, akkor tényleg rádöbben arra, hogy, hogy ezen valamilyen szinten változtatni kell, és most ez a felújítás talán felhozta a napirendre azt a régi dolgot, ami már több mint tíz évvel ezelőtt elkezdett terveződni, hogy szükség van egy oka elkerülő útra, illetve magára egy új hídra, ami talán ezt a jelentős terforgalmat ki tudja vinni a belvárosban, ami elsősorban jelentős turizmus növekedése számítunk. Ehhez pedig további fejlesztések is szükségesek. Az idei az útfelújítások éve Tokajban. Szeptembertől Tarcal és Bodrog keresztúr irányában korszerűsítik az elkerülő aszfaltját. Utóbbi település irányába pedig külterületen is megújul a burkolat. Nemrég újabb kerékpárutak építése is elkezdődött és célja az önkormányzatnak, hogy egy év múlva körbebiciklizhető legyen a Kopasz hegy. Ez két részből tevődik össze, az első az remények szerint összele is fejeződik. Már vannak olyan részei, amit a NIF koordinál, Tarcos Bodok keresztúrjányában, amik már lassan átadásra is kerülnek. Tokaj bel területén zajlik a kivitelezés most a Tokai Tisza hídfőtől a Fesztiválkatlanig építi a Nif-Mint beruházó a kerékpárutat, és egyébként a Fesztiválkatlantól katlantól Bodok irányába pedig két hete adtuk át a munkaterületet, és ott a hiányzó útszakasz a Tokai önkormányzatának a a, a, a gesztor, gesztorállásával fog megépülni, és reményenk szerint jövő tavasszal, vagy nyár elén, amikor újra a Piknik elindul Nyíregyházáról, akkor ez a tokai kör már úgymond színesíti majd a kínálatot, és a tokai Kopaszhegyet nagyon, nagyon sajátos környezetben lehet lesz majd körbetekerni. Posta György hangsúlyozta. Egy új hotel elidén 155-tel bővült a szálláshelyek száma a városban ami hatalmas előrelépést jelent számukra a turizmusban. Az önkormányzat abban bízik, idén az idegen forgalom már a Covid előtti szintre tér vissza, éppen ezért a nyáron a fesztivál katlanban minden hétvégén előadásokkal és koncertekkel készülnek.